A magyar labdarúgó válogatott EB selejtezős felkészülési mérkőzést vívhatott tegnap Győrben, miután az ellenfél finn csapattal egy csoportba sorsolódtunk időközben, így Pintér Attila szövetségi kapitány bemutatkozása tesztelés is lehetett, hát annak viszont szomorú volt, kettő egyes vereség, hát rossz védekezés, eléggé vértelen játék, már is elemezzük a debütálást a korábbi válogatott Egresi Gáborral, aki játszott azon a bizonyos VB Pócs selejtezőt érő Helsinki mérkőzésen is 90 ben Szia, jó reggelt kívánok! Jó, jó reggelt. Hát az új kapitány azt mondta, hogy jó mérkőzést játszottunk. Nem tudom, szerinted milyen mérkőzést játszottunk? Hát, most, hogy szurkolóként nézem, akkor nem hiszem, hogy jó mérkőzést. Én is úgy gondolom, én pozitívumként mentem ki a mérkőzésre is, és úgy is néztem az egészet, és próbáltam úgy szakmailag nézni az egészet. Én, én, én láttam azért pozitív dolgokat. Tudom, hogy most mindenki ebből elvileg meg fog kövezni, de, de, de nagyon nehéz dolga van azért a Pinyőnek, elnézést Pinter Attilának, hogy, hogy, hogy ilyen hamar össze kell raknunk ezt a csapatot. Hogy most külföldi kapitány lenne, akkor mindenki azt mondaná, hogy még nem ismeri őket, meg, 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 adnánk nekik időt, meg mit tudom én, de én úgy gondolom, hogy ez, ez alatt az idő alatt nagyon nehéz nehéz összerakni egy ilyen keretet. Tehát két nap alatt megtanítani nekik azokat a tolódásokat, azokat a dolgokat, amiket, amik amiket gyakoroltat. Tehát sokkal nehezebb dolga van, mint egy klubcsapatban, hogy, hogy mit 50 játékost összevásárol, és akkor ott minden nap gyakoroltatja azokat a dolgokat, amiket ő elvár tőlük, és utána a meccs szituációban meg megint, 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 más, mások jönnek ki. Tehát én úgy gondolom, hogy én láttam tényleg jó dolgokat. Ha mindjárt nekem, beszélünk, akkor de. azt mondod hogy ilyenkor kezdődött egy új szakasz, nagyon fontos a türelem, és a legjobb, hogyha az eredményekkel annyira nem is foglalkozunk. Egyelőre. Egyelőre nem is szabad. Én örültem volna, és sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk. Örültem volna, hogy egy jobb hangulatban tud utána tovább dolgozni. De de, de akkor is. Én úgy gondolom, hogy hogy ez egy hosszú út. Tehát sok időnk azért nincsen. Tehát az Európa-bajnokságnak a se sok időnk nincsen. De de akkor is. Tehát hagyni kell dolgozni. És, és úgy gondolom, hogy, hogy, hogy azért ő bizonyított. Tehát én, én nem tudom, én, 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 én amikor kinevesték, akkor is idézőjelbe Neki. Na tehát, azért ő... azt nézzük akkor, hogy szerinted, például me, ö, látva a kezdőcsapatot, az összeállítást, ö, téged értek-e meglepetések? Elsősorban olyan tekintetben, hogy nyilvánvalóan Pintér Attila ö, jelezte, hogy, hogy ő, ő, azért bátran fog kísérletezni, és új játékosokhoz is nyúl, hogy ehhez képest ö, néztem, én legalábbis néztem ezt a csapatot, és próbáltam meghúzni a vonalat mondjuk az Egervári érához képest. Hát az Egervári érához képest négy játékos volt, a uh -huh. abból a keretből, tehát én úgy gondolom, Mondom, hogy igen. És kísérletezni is kell. Tehát ezek a mérkőzések is mondom, tehát arról szólnak, hogy, hogy olyan dolgokat hogy próbáljanak begyakorolni, azokat a tolódásokat, azokat a dolgokat, amik, amik amit ő elvár. Mert, mert, én láttam, láttam a mérkőzésen, és kint voltam a mérkőzésen, láttam, hogy az első fél időben négy védő előtte, előtte játszott a Varga Józsi, utána megint négy, négy középpályás, elő pedig egyedül a Rudolf Gergő, és de a másik félidőben ez megfordult, mert a, a előrép előrébb hozta, és a négy védőbe belerakta a Varga Józsi. Tehát, tehát próbált ő is, ő is valamit lépni, sőt, én nekem az sokkal jobban tetszett, amikor a futás márko gratulálok innen is neked az első válogatottságához, hogy amikor ő volt fönt centerben, és ő megtartotta a labdákat, és mögötte játszott a Rudolf. Tehát ez, 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 tehát ezek, mind, mind, én ezek mind csodálkoztam olyan... is, hogy például a futás Márkó miért nem jött hamarabb. Ö, igen, de hát ez, ez, szóval pont azért, azért megmondom össze, hogy az első fél időben nagyon kompakt volt a védekezés. Tehát az látszott, hogy az mindenkinek megvan a dolga, mindenki figyelt rá, és azért, azért az is, az, azt is hozzá kell venni, hogy utána a cserék azért, azért szétbontják ezt az egész, egész rendszert. Tehát sokkal jobban be kell gyakorolni, mindenki nek meg kell lenni a saját helyének, meg kell találni, hogy ki az, aki, aki tudja, tudja, azt a rendszert játszani, ki az, aki más, más kvalitásokkal rendelkezik. Tehát elég nehéz, tehát nehéz az egész, de én úgy gondolom, hogy nekem, nekem, nekem tetszett. Most nem azt tetszett, hogy kikaptunk, én nem megmondom ösztön nem is érdekel szinte, szinte senkit, vagy hát legalábbis aki a fotballba dolgozik, no, ilyen, nem ilyen nem dolgokat, nem hanem, hanem inkább, inkább azokat, azokat a pozitívumokat kell észrevenni, és hát annyi kell dolgozni, mert, mert, anélkül nincsen. Most ha nézzük azt, mivel eleve Pintér elsődleges a védekezés javítását tűzte ki, és hogy e tekintetben, amit te most láttál a pályán, abból, amit ő védekezéssel kapcsolatban gondol és meg akar valósítani, abba ott te látsz már egy éles határvonalat az Igen, egervári teljesen, Ez képest? Szerintem más, hogy védekeztek teljesen. Tehát a négy védő előtt volt a védekező középpályás, uh -huh. utána a négy középpályás, ami lehet utána három támadó is, mert az első két szélsőt föl, föl lehet tolni. De, de nagyon kon, tehát próbáltam, láttam, a, kommunikált is mindenki, hogy szűken a 16-os előtt, előtte 10 méterre legyen ez a négy ember, próbáljanak minél jobban szűkíteni. Egyet hiányoltam ebből, tehát egyet hiányoltam azért ebből, hogy, hogy ebből a védekezésből sürgős gyorsan, nagyon át kell menni támadásba. Tehát Ez az, amit, amit, egyébként a kapitány is mondott, hogy sajnos emellett az nem lesz megoldás, hogyha csak így előre vagdosák a labdátat. igen, 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 igen. Tehát ott, ott sőt, ott, amikor kint, kint voltam, én direktőt is néztem minden szempontból, tehát láttam, hogy amikor például kapukirugás van, akkor is szólt a két szélső, vagy belső középpásnak, hogy menjenek szét a két, két, 16 os sarkára, a szélsők menjenek föl, tehát próbálják elindítani a játékot, mert annak például a finnek ellen is, meg hát lesz olyan csapat, akik, akik, akik magasabbak, meg annak Nincs értelme. Sőt, nálunk én úgy gondolom, hogy játszó középpályások voltak, tehát olyanok, akik bír, tudják birtokolni a labdát, és, és ezt ez, ez, ez ki kell használnunk. Tehát ez ezt gyakorolni kell, ez ugyanolyan dolog, ez egyik napról a másikra nem megy. Játszottam én is rengeteg válogatott mérkőzést, rengeteg edzésen ott voltam, ott is mindig gyakoroltuk a tolódástól kezdve mindent. Tehát, tehát össze kell rakni, össze kell csiszolódni. De várjára, a a most részén. akkor itt az a nagy kérdés, hogy ezt az elmúlt években kevéssé gyakorolhatták? Nem, te mindenkinek más más, 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 az egész felfogás, az Akkor egész Akkor a kettő között a lényeges különbség nem, minden, Egervári, Sándor, Pintér Attila, amit eddig, ez, és ez alapján láttam, amit tudsz én az, a két az, én a, én a Sanyi bácsinak, a, 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 az eredményével én úgy gondolom, hogy én abban is elégedett volt. Az utolsó két meccs az nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de, de, de szerintem ott is, ott is volt egy olyan tendencia, meg egy olyan, olyan dolog, ami, ami pozitív volt. Rengeteg pontot szereztünk az Európa vagy a, a világbajnokságon, ahhoz képest, ahhoz képest nem jutottunk ki. De én, ha reálisan nézem az egészet, akkor, akkor valahol itt a helyünk. Most uh, reálisan én úgy gondolom, hogy van esélyünk kijutni az Európa-bajnokságra, tehát uh, én úgy gondolom, hogy hogy, hogy hogy ez. Tehát a második helyre azt mondod? E, hát uh, igen, hogyha most uh, vesszük azt, hogy a Csank Janinál az első mérkőzésen kaptunk, az újjá alakuló válogatottal, és utána a polcsa lejtezőt érő helyre oda kerültünk, akkor, akkor ebből a szempontból uh, pozitív a, a tegnapi mérkőzés. Visszatérve erre a kérdésre, amit látsz játékban, mi lesz a döntő különbség az Egervár és a Pintérféle válogatott között? Én úgy gondolom, hogy, hogy a pint tér Attila a védekezés. Tehát ő azt nagyon lehet látni, hogy, hogy teljesen kompakt az egész csapat, megpróbálja azokat, a, azokat minél jobban összeszűkíteni azt a területet. Aztán utána szerintem fogják őt idézőjelbe cseszegetni avval, hogy a támadást nem fogja úgy erőltetni, de a védekezés az alapja az egésznek, tehát azt azért hozzáteszem, és az az egy negatívum van az egészben, hogy itt most nyernünk kell, és olyan csapatok ellen fogunk játszani, ahol idézőjelben esélyünk is van, tehát nagyon nehéz lesz összerakni a kettőt, de, de, a védekezést azt mindig, azt mindig kompaktan kell kezelni. És ki lesz ennek a magyar csapatnak szerinted hosszabb távon is a, a játékszervezője, olyan, mint mondjuk a finnak mert most Jerevenkó volt? Én megmondom őszintén, én a Rudolf Gergőbe, én, 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 én nagyon szeretem különben a játékát, is, és tegnap én úgy érzem, hogy ő volt, aki kiemelkedőt nyújtott, mind a gólya után, mint pedig amikor mondom a futács már amikor fölállt, és a, a, ő játszotta ezt a vissza az ég mögötti pozíciót. Rengeteg labdájra elment, én úgy gondolom, hogy kicsit többet is vállalt, mert lehet, hogy úgy érezte, hogy, hogy mellette a társak nem voltak jó paszba, vagy valami. Tehát ő, ő, ő úgy gondolom, hogy ő, ő jó lesz ebbe a pozícióba. Tehát ő Igen, igen, én, őt, különben ebből a, ebből a, szempontból is, de, de, de tegnap is lehetett látni, hogy elment a labdákért, elkértem, megpróbált valamit csinálni, kicsit t -t, többet vállalt szerintem, mint kellett volna, de mondom, mögötté mögötte is ott a Koman is, meg a, meg a Varga Józsi is, meg a Sándor Gyuri is, tehát vannak olyan játékosok, olyan kreatív játékosok, akik, akikből, akik, akikből kialakulhat. Ő, szerinted ő, körülbelül ebbe az összeállításba próbálkozik majd Pintér vagy ez nagyon kísérleti volt? Hát egy, én úgy gondolom, egy mérkőzésből nem lehet hosszú következtetéseket azért levonni. Kísérletezni kell, és akkor utána meg kell nézni, hogy ki tud jobban játszani, ki, ki az, aki aki támadásba, ki az, aki védekezésben jobban lehet számítani. Tehát mert ez hosszú út, tehát hosszú út és, és nehéz. Vannak-e még olyan játékosok számodra, akiket te bátran kipróbálnál, akikben hát. Hát én úgy gondolom kilőről hát mégis. én úgy gondolom azt, itt hát hát hát... azt, azt azért mindenféleképpen, tehát ő egy olyan kvalitású játékos, és bizonyított is azért nemzetközi szinten is, meg minden, hogyha játszik a csapatába. Megmondom, a fő az, hogy ki fog játszani. Tehát a külföldön játszóknál is, az Egervári érában is, amikor a külföldön játszók játszottak a csapataikban, akkor, akkor teljesen más volt az egész, egész labdarúgásunk. Amikor nem játszottak, és úgy érkeztek Magyarországra, igaz, hogy azok voltak elvileg a legjobb játékosok, de de Már nem tudták azt a teljesítményt nyújtani. És most ugyanez, ugyanez fönn, fog áll, fönn fog állni. Én úgy gondolom, hogy ha nem fognak játszani, akkor nagyon nehéz lesz azt a teljesítményt. Tehát a játszók játszanak, azért az fontos ezt hát, az, az igen. Hát, ö, igen. Tehát az, az sokat számít, hogy valaki játszik. Most például a koman is, én úgy gondolom, hogy, hogy lehet látni rajta, hogy nem játszik. Tehát ö, ő ennél sokkal jobb játékos, mint amit mondjuk tegnap lehetett látni tőle azok a technikai hibák, azok szerintem abban adódnak, hogy, hogy azok a az, szituációkban már nem úgy, nem úgy gondolkodik, vagy, vagy, vagy valami. Tehát az, ez, ez, sokat számít, hogyha valaki jár, hogy Jó, játszik. szóval a végére értünk, te azt mondod, hogy ez a csapat őszre nagyon más lesz játéképében felfogásában, mint az Egervári féle válogatott. Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Na hát várjuk ki, majd folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy